Sziasztok, te mesebeli lények! Kint vagyunk Szlovákiában, a Vas családnál, a híres vasembereknél, és az első, életem első paf-paf próbája fog megtörténni most. Ritával, a társammal kijöttünk kicsit körülnézni ide a vasemberékhez, és gyönyörű. Tehát ez egy paf-paf gyümölcs. Nálunk lehet kapni paf-paf vagy pó-pó, ez egy indián banán nevezetű új növény. Fagyálló, mindent bír, nincs ellensége, és most föl fogjuk vágni a pópót, amit még soha életemben nem ettünk, de István azt mondta, hogy nagyon-nagyon finom. Nézzétek csak a kezemet, mert nem csalok. Állítólag be kéne, hogy szurkáljak, mert ennek ilyen valami olyan gyümölcse van. Azt a... De figyeljétek, Nomád Pityu, a logika. Tehát addig mozgatom a paf-paf, míg szét nem jön. Azt a gyönyörű. Hú, szagold, Rita. Ahogy kipattintunk egy magot. Ősi Nomád Pityu módszerrel puszta kézzel kiveszem a magját. Ezt nézzétek meg. Olyan, mint egy nagy bab, mint egy lóbab. És ezt a magot úgy kell megtisztítani, letopkodjuk róla az agyon. Gyerekek, olyan, mint a krém. A Túró Rudinál finomabb, pedig azt is nagyon sokan szeretik. Ilyen egy mag, és koppan. Most megkóstoljuk Ritával. Rita, együnk abból is, együnk egyből. Jó, hogy hagyjuk meg a Vas családnak, ha még valaki érkezik. Nem kell, van belőle bőven. Van belőle bőven. Van belőle. Jó, van. Én kiveszem, én kezdő vagyok, és a kezdők vehemenciával kieszek belőle egy... Hallod, egy kicsit sárga dinnyés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ízeket lehetek fel benne. Sárga dinnye vanília. Sárga dinnye vanília. Nagyon finom, tehát a sárga dinnye elbújhat a bánatba mögötte. És... Én nem tudom, de... Nem tudom. Tehát ilyet még nem ettem, de a kedvenc gyümölcsöm lesz, az biztos. Úgy, mert ez nem körte, nem marakúja, nem, mert mi ez? Ez egy földön túli álom. Kár, hogy nem tudom átadni azt az érzést. Szájorgazmusom van. Minden egyes magból egy újabb paf-paf növény fog kifejlődni. Hát van benne, vagy nem is tudom, 10-15? Nagyon krémes. Mert képzeljétek el, hogy egy pópó növény 4000 forint, egy ilyen magból két éven belül lesz 4000 forint. Ez olyan, mint mikor a kisgyerek megvette egy almát, és eladta a rendőrnek az almaokat 100 forintért, és utána az almát adta el neki. Na mindegy, ez a lényeg, hogy nagyon megéri ilyet termeszteni, mert utána el tudjátok ültetni. Egyébként, hadd szóljak bele, igen. Én láttam Magyarországon árusítani csak a gyümölcsöt. Egy darab ilyen gyümölcs, 3000 forint. Aztán. De hát sokkal jobb, mint 5 gombóc fagyi. Ez nagyon finom. Még ilyen desszertnek is, lazán. Ez fűtve is. Nem tudom. Tegnap sajtot ettem. Fagyihoz tudnám hasonlítani, egy nagyon jó minőségű fagyihoz, csak utánozhatatlan. Édes, nagyon kellemes ízű. Én a sárga dinnyéhez egy ilyen csúcs extra vagán sárga dinnyeízhez hasonlítam, de nem sárga dinnye, hanem... Egy ilyen nagyon sejmes az íze. Mangó? Ilyen... Mangó? Sejmes? Olyan, mint nagyon krémes. Ilyen vajas krémes. Azt hinné az ember, hogy megromlott, mikor megfogtam, hogy pöttyet, de nincs az az érzés, mint a... Tudod, ilyen romló gyümölcsök, ami leesik, és izé. Nem tudom, hogy csinálja ez a gyümölcs, hogy nem változtatja meg, nem kezd el megromlani. Nagyon finom. Hát István. Finom. Eddig is árultam. Köszönöm. Nagy vehemenciával, de tehát ez a földön túli érzés, ez szerintem a... Hát a Mennyországban manna, olyan, nem? Manna. Ó, de jó lenne, a manna ilyen lenne. Ezen tényleg el lehetne élni. Nem lehet megmondani. Szerintem semmi más nem ennénk, csak ezt a... gyümölcsöt, tehát lazán. Megunnánk. Én kolbásszal lenni, meg kolbász egy ilyen gyümölcs. Nagyon finom. Micsoda aranybánya van. Ez nagyon finom, István, köszönjük. Mindjárt összeszorozzuk, nagyon nagy örömet okoztál. Mindjárt megnézzük a fákat is. Már 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, szerintem vagy 13 maga. Együk meg, nézzük meg, hogy mennyi. Nem baj, hogyha megeszünk? Nem azért van. Remélem, nem lesz hosszú a videó, és nem lesz unalmas. Hát már 4 percnél tart, ez talán már sok. Hát nézzétek, gyerekek! Hallod?
szopogás gyorsabban, Rita. Csak azért vagyok kíváncsi, hogy hány mag van benne, hogy átlagban. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hát csak 11 mag, nem 13. De akkor is 11-szer 4000, 44000 forintot kimagoztunk. Hát jó, ez 2 év kell hozzá, de akkor is. Azért, aki matematikus, meg aki befektető, az látja ebbe a potenciális meggazdagolás lehetőséget. Legyünk pap-pap-pap, nagy hatalom. Popó. Popó. Kérsz popót? Hogy ne kérnék, adj egyet. Ha mindjárt hozom. Na jó van. Gyerekek, a viszont tátásra, remélem átment ez az érzés, amit mi érzünk. Nagyon itt vitával, de szerintem életem legfinomabb gyümölcse. Most nem a reklám miatt, de tényleg. Én alig jutottam szóhoz. Tessék be, de... De nem is bánom. Igen? De mit szólsz, Rita? Ettél lehető finomabb gyümölcsöt, mert nem, se a szőlő, se az alma, se a... Hát nincs. Nincs, ennél. Ebben benne van mindaz, amit az ember szeret szerintem. Az összes olyan tulajdonsága. És nincs olyan, hogy a gyerek nem eszi meg, mert édes is, nem is túl gej. Nagyon finom. Most megettük az egészet. Most megettünk 3000 forintot a Vas családnál. De nem eztől fognak sem meggazdagodni, se tönkre menni. Meg fogunk gazdagodni. Ez a jövő, én látom. Na gyerekek, a viszontlátásra. Szerbusztok, pajtások!